Akik ismerik Terézvárost épületeit, azok tudják, hogy van egy darab szociál épület a sok-sok patinás bérház között. Úgy hívjuk magunk között, hogy Bélyegház. Ez a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségének a székháza. Értékeket rejt magában az 1972-es épület. Itt tartják az ország nagyon sok rendezvényét a bélyeg és érme szerető gyűjtő emberek. Most viszont a Bélyeg Világ című újság főszerkesztője a vendégem, Császi Erzsébet. Szeretettel köszöntelek. És itt a kezemben tartom a Bélyeg Világ című folyóirat nyári összevont számát. Azt gondolom, amikor így bele pillantottam most ebben az újságban, hogy tényleg hihetetlen, hogy a bélyeg még milyen meglepetéseket tud tartogatni. Nem olyan nagyon régi múltra tekint vissza maga a bélyeg, aztán utána volt egy hihetetlen nagy kultusza, és most nem tudom, hogy hol van éppen a helye, hiszen tudjuk a filmekből, krimikből, hogy egy-egy bélyeg hihetetlen nagy áron kell el. A Bélyeg Világ című folyóirat, amelyet nem olyan nagyon régóta szerkesztesz, milyen csodákat, titkokat tud a bélyeggyűjtők számára és az érdeklődők számára mutatni? Az újságban a bélyeggyűjtőknek a széles rétegéhez szólok, tehát vannak benne kifejezetten filatériai szakmai szakcikkek, amit azok olvasnak nagy figyelemmel, akik rendkívüli módon járatosak a bélyegek világában, és minden apró kis részletet, minden történelmi hátteret kikutatnak mind a bélyegről, mind a korról, és vannak benne olyan cikkek is, amik inkább magazinos jellegűek, amik könnyedebbek, megszólítják az olvasóknak az egyéb érdeklődésű körű tagjait is. Ezek nagyon változatos cikkek vannak benne, amit említettél az előbb, hogy rendkívüli áru bélyegek. Igen, írtunk mi is olyan bélyegekről, aminek az ára 10 és 30 millió között van, forint között van, így fogalmazott a gyűjtő. Ezek régi bélyegek, a magyarországi bélyegkiadás 1867-től kezdődik. Azért mondtam, hogy nem olyan nagyon régi tulajdonképpen. Igen. A kiegyezéshez köthető, most van a 150 éves évfordulója, úgyhogy erre az alkalomra sok bélyeget is bocsájt ki a posta ezzel a témával kapcsolatban. Ezek a régi bélyegek a legértékesebbek, és vannak azokon kívül is még ritkaságok, már ha korban előrébb haladunk. Mitől lesz egy bélyeg ritkaság? Több okból is lehet, egyrészt a kora okán, másrészt pedig, hogy valamilyen tévedés történt a kinyomtatásakor, például fordítva nyomtatták rá az értékét, jelzőszámot, vagy a képet, ez a bizonyos fordított Madonna, amikor a szöveg az olvasható szemből, a Madonna a kép pedig fejjel lefelé van rajta. Elfogazások, hogy a fogazás másképp áll rajta, vagy színnyomat, különbségek vannak rajta, valami kis apróság eltér az egyiken, mint a másikon. És innentől kezdve már ritkasság számba megy, hiszen ezeket a hibákat gondolom hamar javították, de az az egy-két ív, ami megmaradt, az csoda számba megy ma. Belelapozgattam ebbe az újságba, és nézem, hogy tulajdonképpen a bélyeggyűjtők, azt mondtad, hogy széles rétegéhez szól az újság, valahogy egy eléggé zárt közösséget képeznek, de mégis ugye megvan Magyarországon is a különböző tájegységeknek a központja, és hát most én mondhatnám a visegrádi négyeket, de nem akarom így kiejteni, vagy nem akarom így fogalmazni, de határon túlra is elég erős kötődései vannak magának a Bélyeg Szövetségnek, a Magyarországi Bélyeggyűjtők Országos Szövetségének. Igen, most például hétvégén volt egy nemzetközi találkozó, mind az éremgyűjtőknek, mind a bélyeggyűjtőknek, és ott a határon túlról is jöttek többen. Például én beszéltem egy cseh származású gyűjtővel, ő kifejezetten jelvényeket gyűjtött, tehát numizmatikában volt érdekelt, de bélyeggyűjtők is voltak, például a szerbiai szövetségnek az elnöke is itt volt. Ő már a 70-es évek óta jár Magyarországra, és említett egy zánkai gyermektábort, amikor 100 gyerekenként 20 bélyeggyűjtő volt, és bélyegismereti vetélkedőket rendeztek nekik. Tehát gyerekkorból lehet tehát elkezdeni ennek a szenvedélynek, a
megszoktatását. Tulajdonképpen hogyan lesz valaki bélyeggyűjtő? Mi a tapasztalatod? Nem annyira régen került életbe, hiszen más területen is dolgoztál, ha jól tudom, akkor televíziósztál is, de hát újságíróként sok-sok éve dolgozol. Tehát mi az, amit frissen fölfedezel a gyűjtőkről, vagy magukról a bélyegekről, amit aztán azt szeretnél megmutatni az újságon keresztül? Hát gyerekkorban szinte, hát majdnem mindenki, nagyon sokan gyűjtenek, aztán elhal ez a szenvedély, más lép a helyébe, bár itt a bélyeggyűjtők szaköröket működtetnek a gyerekeknek, hogy megszerettessék. Hát elsősorban az idősebb korosztály gyűjti a bélyeget, akkor indult ez az 50-es években, kezdett ez nagy társadalmi mozgalommá válni ez a bélyeggyűjtés, és ők még, akik akkor kezdték, ők még napjainkig is benne vannak, és ha már nem is gyűjtenek, de árusítják a gyűjteményüket. Hogyha már az 50-es éveket említetted, akkor pont van itt az 50-es évekről egy sorozat, ha nem is így van kiemelve, hanem úgy, hogy a hidegháború bélyegei. Gondolom annak idején ezeket nem így mondták. Hogyan sikerült ezeket a korszakokat, vagy ezeket az időszakokat megjeleníteni. Itt van, meg is mutatom. Igen. Igen, ezt egy katona ember írta, aki egyben bélyeggyűjtő is, és neki 10 év kutató munkáját jelenti ez a cikk megírása, úgyhogy annyi idő alatt kutatott utána, és gyűjtötte hozzá, jutott a Bélyeg Múzeumban, levéltárakban, különböző helyeken. Ehhez a Varsói Szerződés a témája, akkor készültek ezek a bélyegtervek, és azt írja, hogy nem is engedélyezték akkoriban ezeket a bélyegterveket megjelentetni bélyeg formájában, mert túl sok volt rajta a fegyver, a tank, a géppuska, a katonai repülő, tehát inkább a békét kellett jobban sugározni a bélyegeknek, úgyhogy sok terv formájában megmaradt, és ezek megtekinthetők a Bélyeg Múzeumban például. Akkor ezek a hidegháborús bélyegek a Bélyeg Múzeumnak a tulajdonában vannak? Ezek a tervek, igen. Igen, ott vannak. Igen, azt mondja, várjon, csak mutatom, hogy ezen az oldalon találtad, a kék oldalon elnézést, itt találhatóak ezek a bélyegek. Igen. Melyik az, ami a legérdekesebb volt ezek közül, hogy kiemelnéd? Hát ezek végül megvalósultak. Tehát lehet, mi az, ami, azt érdemes megnézni, hogy mi, ami az elfogadott és postai forgalomba bocsátott bélyeg. Tehát meg lehet nézni a különbséget, hogy mi volt a terv, és végül is mi valósult meg belőle. Igen. És ebből is előfordult évnyomat. Hát akkor a tervekhez képest... Igen. A zászlókról a szín lemaradt, és más színű is. Aha, hát ez egy elég érdekes. Igen, itt megmutatjuk a kedves nézőknek. Igen. A tervben benne voltak a zászlóknak a színei, és akkor utána pedig a... Ez véletlen volt, hogy a nyomtatás során nem került rá, vagy valami nyomdai hiba. Akkor folytán. Ez egy igazi ritkaságnak számító érdekesség. Igen. Tulajdonképpen. Aztán van itt más olyan, amiről érdemes beszélni, hiszen a bélyegvilág megjelenik, vagy a bélyegek megjelenik, a bélyeg nyomtatásban megjelennek az aktuális események. Itt vannak a riói bélyegek például, erről is szó lecik. Aztán vannak egészen különleges bélyegek, amelyek mellett ilyen mesékgyerek ruhák vannak, vagy nem is tudom értelmezni. Ezek speciális bélyegek, például bőrből készült a tiroli nadrág, a hozzátartozó, tehát ugyancsak osztrák a női ruha, az hímzett, gépi hímzéssel, lent az a fa fából készült, farosból, a középső pedig harpikkelyből. És ezek is rendes bélyegek? Igen, ezek használatosak. Ezekből hány darab készült? Tudom, ezek speciálisak, különlegesek, ezek nem olyan nagy tömegben gyártják, mint a hagyományos bélyeget. És akkor mondjuk egy ilyen bélyeg, az hogyan kerülhet köznapi forgalomba? Ezt meg lehet vásárolni, kiadják. Tehát ezek külföldi bélyegek. Azt gondolom, hogy tényleg olyan ritkaság számba menő. Na hát ilyen cikkek és hasonlók jelennek meg a Bélyeg Világ című újságban. Mi az, amire szeretnéd külön fölhívni a figyelmet, és egyáltalán hogyan lehet ilyen újsághoz hozzájutni? Nem tudom, hogy ez létezik újságárusoknál? Igen, létezik újságárusoknál is, illetve aki beiratkozik a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségébe, az illetménylapként megkapja minden egyes számot. Megkap.
Mi kell ahhoz, hogy valaki mondjuk Mobius tag legyen? Utána néztél-e már, mint újságíró, és beléptél-e egyáltalán a bélyeggyűjtők szervezetébe? Hát én nem vagyok gyűjtő, úgyhogy nem léptem be, de akit érdekel a bélyeggyűjtés, szeretne kiállításokon részt venni, összegyűltek olyan anyagai, amivel akár Magyarországon, akár külföldön indulhat, annak érdemes belépni, mert kiállítani például csak Mobius tag állíthat ki, és akkor ő a saját településén, lakóhelyén választott küldöttel, beszélgetve ő a véleményét is tudja tolmácsolni, a küldött az szavazhat, és ilyen a küldött gyűlésen, és ilyen módon neki is beleszólása van a bélyeggyűjtők életébe. Csak egy kiegészítést tennék, beszélgetésünk végére nem állom meg, hogy ne hívjam fel a figyelmet, hogy a Mátyásföldi repülőtér 100. évfordulója kapcsán 2-án szombaton a Mobius is egy sátorral kiállítja azokat a bélyegeket, amelyek a repüléshez és az űrrepüléshez köthetőek. Azt gondolom, hogy ennek is nagyon gazdag irodalma van, tehát érdemes lesz a Mobius sátrába is elmenni, ott is lesznek előadások, szakmai bemutatók, tehát azt gondolom, hogy akit érdekel a bélyeg és a repülés, annak ott lesz a helye. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm én is.